betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek, mert játék az élet. Tuti tippek sportfogadóknak. www.betethome.com. Köszöntöm Önöket, játék az élet, mondja a betethome.com szlogenje, és játszani fogunk mi is, mai vendégemmel, Majoros István olimpiai bajnok birkózóval köszöntelek. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket. István, köztudott, hogy az aktív birkózást már abba hagytad, de utólag lejársz még edzeni, és ott a labdával sem állsz hadilábon. Ez így azért túlzás, lábteniszezni lejárok, úgyhogy valami kapcsolatom van a labdarúgással. Ha szeretsz lábteniszezni, akkor szeretsz játszani, most van rá lehetőség. Kezdjük mindjárt Spanyolországgal, Barcelona, Villarreal, mondom a betethome.com odszait. 1,25% a hazai siker, 5-szörös a szorzó döntetlennél, és 11-szeres, ha a Villarreal nyerne Barcelonában. A Barcelona második a táblázaton, legutóbb 3-1-re verte a Getafét, a Villarreal harmadik, tehát ez egy igazi rangadó, 4-1-re az Atlético Bilbao ellen diadalmaskodott. Azt gondolom, hogy a legkönnyebb mérkőzés. Itt a Messi jó formában van, a Barcelona jó formában van, úgyhogy... Fix egyes. Skóciába látogatunk, Szent Mirren Celtic. 9,5 a hazai siker, 5,35 a döntetlen és 1,25 ha Celtic nyerne idegenben. Fantasztikus forduló zajlott le hétközben. A Szent Mirren, amely egyébként utolsó a táblázaton, idegenben 2-1 verte a Dundee United-et. A Celtic még nagyobb meglepetést okozott negatív értelemben. A Hírc otthonába kapott ki 2-0. Én azt gondolom, hogy egy teljesen mindegy, hogy mi van, a név kötelez, úgyhogy 2-es. Fix Celtic győzelem, hazalátogatunk Debrecen Zalaegerszeg, 1,8 a hazai siker, 3,2 a döntetlen és 3,7, ha a Zalaegerszeg nyerne Debrecenben. A Debrecen egyébként már harmadik a táblázaton, 4-0 verte legutóbb a Szolnokot, a Zete pedig a Fradit verte 2-1. Igen, most igazából itt két jó csapatról beszélünk itthonról, de én azt gondolom, hogy a Debrecen tudja hozni ezt a mérkőzést, úgyhogy 1-es. Fix 1-es, bár ez egy rangadó, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatjuk rá. Angliában ma még nem jártunk, Aston Villa Manchester United, 4,2 a hazai siker, 3,45 a döntetlen és 1,8, ha Manchester nyerne idegenben. Az Aston Villa otthon győzött 3-2-re a Blackpool ellen, míg a Manchester United a városi rangadón a Manchester City-vel csinált egy 0-0-as döntetlent. Én természetesen a Manchesterre tennék, de igazából most sérült a Rooney, úgyhogy legyen ez X. Spanyolország következik, Sporting Gijón Real Madrid. Mondom a szorzókat, 8-szoros a szorzó hazai siker esetén, 5-szörös a szorzó döntetlennél, és 1,3, ha a Real Madrid nyerne idegenben. A Sporting Gijón idegenben 1-1-et játszott az Almeida ellen, míg a Real Madrid 2-0-ra verte az Atletic Madridot. Hát ez is egy városi rangadó volt. Hát nem hiszem, hogy itt kéne sok mindenről beszélni. Úgy gondolom, ott van a Ronaldo, akkor... Real Madrid győzelem. Olaszország következik. A rangadók rangadója, Internazionale Milán, hát ez is egy városi rangadó, mondom a szorzókat, 2,25 hazai siker esetén, 3,2 a döntetlen és kerek 3, ha a Milán nyerne. Az Inter hétközben idegenben csak 1-1 játszott a Leccével, a Milán pedig otthon 3-1 verte a Palermót. Azt gondolom, hogy ez a csillagok háborúja telesztárokkal, igazából városi rangadó, most eldőlhet, hogy ki a Jani, én azt gondolom, hogy X. Hazalátogatunk ismét, Újpest Honvéd, régen ez egy nagy rangadó volt, azért most sem kicsi, 1,85 a hazai siker, 3,2 a döntetlen és 3,45, ha a Honvéd nyerne idegenben. Az Újpest kikapott Kecskeméten 4-3, a Honvéd pedig otthon 1-1 játszott a Győrrel. 84-ben Honvédba kezdtem birkózni, úgyhogy akármi van, én a Honvédra teszek, ha az Újpest is esélyesebb, akkor is. Tehát fix 2-es és a szíved diktálta most ezt a jóslatot. Ismét Anglia, Stoke City Liverpool. A hétközi fordulóban a Stoke City 3-2-re verte a Birmingham-t, a Liverpool pedig 1-1-et játszott a Wigannel, mondom a szorzókat is, 3,8 hazai siker esetén, 3,4 a döntetlen és 1,9, ha a Liverpool idegenben nyerne. Hát én azt gondolom, hogy a Liverpool fog nyerni, legalábbis remélem, mert egyik kedvenc labdarúgom a Torres, úgyhogy nekem 2-es. Kedves nézőink, ennyi volt már a tuti tippek. Megköszönöm szakértő vendégemnek, Majoros Istvánnak a közreműködését. Egyébként tippjeidet a kedves nézők már láthatják a képernyőn.
Köszönöm a meghívást. Kedves nézőim, remélem, hogy tudtam segíteni a tippjeimmel. Viszontlátásra. Kedves nézőink, ne feledjék, egy hét múlva pénteken este ismét találkozhatnak a Digi Sporton a Tuti tippekkel. Nézzenek minket akkor is, a viszontlátásra. betethome.com, ahol a sportfogadók nyerhetnek. Mert játék az életünk.